A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház jótékonysági alapítványa számára a 2020-as esztendő a kialakult járványügyi helyzet ellenére számos sikert és eredményt hozott. Az infrastrukturális technikai fejlesztésekre koncentráltunk, összpontosítottunk. Így történhetett meg az, hogy a Beregszászi Színház történetében egyedülálló, minőségű és értékű fénytechnikai beruházást tudtunk végrehajtani, illetve a hangtechnikánkban is bizonyos fejlesztéseket tudtunk véghez vinni, kisebb eszközbeszerzést valósítottunk meg, amelyek révén a színház gyártási részlege, kellék, illetve jelmeztára is bővült. Jelenleg folyamatban van a színház épületének, villamosenergiai hálózatának az átépítése és modernizációja, illetve egy újabb örömteli esemény előtt állunk, hiszen pont ezekben a napokban készülünk arra, hogy birtokba vegyük a színház új 57 személyes turistabuszát, amelyet a Magyarországi Kultúráért Felelős Államtitkárság, és itt kiemelném a Magyar-Magyar Kulturális Kapcsolatokért Felelős Miniszteri Biztos Petneházy Attila személyét, illetve Szabolcs-Szatmár Bereg-megye és Kárpátalja összehangolt fejlesztéséért felelős miniszteri biztosság társfinanszírozásával tudtuk ezt a járművet beszerezni. A járművet a jótékonysági alapítvány a Beregszászi Színház számára veszi majd birtokba és adja majd át. Mindig figyeltük a karanténkorlátozásokat, illetve a tömegrendezvényekre vonatkozó feltételeket. Hál' Istennek augusztusban a Magyar Államalapítás és Szent István királyunk ünnepén egy csodálatos táncszínházi, szabadtéri táncszínházi előadással ünnepelhettünk a Sodró Alapítvány, illetve a Visk Jótékonysági Alapítványa közösen Sajánban. Szeptemberben, amikor egy kicsit nyitottabbá vált a légkör is, és a rendezvényekre is nagyobb teret kaptunk, akkor kihasználtuk az oktatással, illetve az iskolai szférával való együttműködési lehetőségeket, így közönségtalálkozókat, előadásokat szerveztünk Beregszászban a nagyteremben. A közönség találkozókat olyan filmbemutatókhoz szerveztük meg, amelynek során Kárpátaljához kapcsolódó, kárpátaljai alkotókhoz kapcsolódó filmeket, alkotásokat mutattunk be. Ilyen volt a Sátánfattya, az Este hívlak, vagy a Liner doktor életét bemutató dokumentumfilm. Ezt követően pedig a filmben szereplő színészekkel beszélgethettek és találkozhattak az érdeklődők. Október közepén a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány közreműködésével és vezetésével végrehajtott színházépületi felújítás végére értünk, és átadhattuk a színház épületében lévő Fedáksári Kulturális Központot. December folyamán pedig egy újabb előadással gazdagodott a repertoárunk, felolvasó színházat mutattunk be, a Minden dolgok könyve című ifjúsági előadást, mely egy Evi Bíró Eszter az online tér segítségével Budapestről rendezett. Hogy mik a terveink 2021-re? Nagyon szeretnénk, ha meg tudnánk valósítani, színpadra tudnánk alkalmazni olyan előadásokat, amelyeket a 2020-as esztendőre terveztünk a Trianon 100. évfordulója kapcsán, és igyekszünk az előadásaink révén majd egy kis humort, jókedvet és vidámságot vinni a nézőink életébe egy ilyen furcsa és bezárt év után.